Félházzal mennek az előadások decemberig az Örkény Színházban a járvány miatt, és a nézőknek kötelező lesz maszkot viselni. A Rózsavölgyi Szalon is óvatosan készül az évadra, a közönség csak hőmérőzés után léphet be. Először a Vígszínházból, majd kedden az Átriumból érkezett a hír, hogy koronavírus fertőzés miatt 2 hétig nem lesznek előadások. Az Átriumban a művészek csak lezmérés után tünetmentesen léphetnek az épületbe. Ez így volt a vasárnapi előadás előtt is. A fertőzött kollégának másnap jelentkeztek az első tünetei. Az ANTS is egyértelműen jelezte, hogy a közönség nem számít semmilyen szinten veszélyeztetettnek ebben az esetben sem. Tehát, hogy nem számít közvetlen kontaktnak a közönség. Az Átrium nézői az operatív menedzser szerint fegyelmezettek, a legtöbben maszkban voltak. A híradónk által megkérdezett orvos azt javasolja, hogy ha nem is kötelező, zárt helyen sok ember között viseljünk maszkot. A budai oltóközpont igazgatója szerint rengeteget számít az is, ha a nézők között üresen hagynak egy helyet. Hiszen a beteg ember környezetében egy bizonyos határértéken túl rövid idő alatt nem tud eljutni a vírus. Tehát van jelentősége. 100%-os védelmet biztos, hogy nem jelent, de nagy mértékben tudja csökkenteni annak az esélyét, hogy valaki megbetegszik. Ruhatárt sem tartunk. Ott sem kell sorba állni, szépen az üres székre maga mellé leteszi mindenki a kabátját. De nem csak ez az újdonság vár az Örkény Színház nézőire. A nézőtér 400 fős, de ennyien egészen biztosan nem lesznek. Az előadások decemberig félházzal mennek. Ugyanakkor minden éjjel fertőtlenítik a levegőt, lesz készfertőtlenítő és saját örkényes maszkot is beszerezhet a néző. A maszk ugyanis náluk kötelező. Engem mindig megvisel, amikor az autóbuszon valaki nincs, és nem értem a közfelháborodás hiányát. Tehát azt hiszem, hogy így tudunk vigyázni egymásra a legjobban, csak ez az oka. Egyértelmű volt a döntés, és mindenki egyetértett vele? Nem volt egyértelmű, megkínlódtunk vele. Tehát én nem értettem a saját döntésemmel együtt. Egy reggel 10-kor, 11-kor újra egyetértettem vele, és délután 4-kor újra kételkedtem. De végül hát a következő lépés az, hogyha nem gyűlünk össze a színházakban. Ez lenne a legrosszabb. Így gondolja a Rózsavölgyi Szalon is. Ők folyamatosan fertőtlenítik a közönségforgalmi helyeket, ahova hőmérőzés után léphet csak a néző. Sok helyen lesz készfertőtlenítő, a nézőtéri munkatársak maszkban és kesztyűben dolgoznak.